Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Miben segít a békéltető testület? Tolna megyében 2020 óta védik a fogyasztókat. Fókuszban a paksi bővítés. Gazdasági fórum a 100 legnagyobb megyei adózónak. Szakképzés Dunaföldváron, turizmus, vendéglátás és gépészet ágazatban várják a tanulókat. Rendőrségi toborzás, minden jelentkezőt szívesen fogadnak. Egyre többen keresik fel a Tolna megyei békéltető testületet. A szervezet például minőségi hibás termékek cseréjéből adódó viták során tud a feleknek segíteni, hogy az ügy miatt ne induljon jogi eljárás. Az iparkamarával szorosan együttműködő testület minden szolgáltatása teljesen ingyenes. Az ünnepek közeletével már egyre többen elkezdik megvenni az ajándékokat, de mi van akkor, ha például sérült a cipő vagy hibás a mosógép, és az ügyet nem tudják rendezni a vállalkozással, viszont a vitát peren kívül szeretnék rendezni. Ebben az esetben kereshetik fel többek között a Tolna megyei békéltető testületet. Mi akkor kerülünk képbe, hogyha a vállalkozás elutasítja a fogyasztókat, és a fogyasztó már fordult a vállalkozáshoz, tehát ez azt jelenti, hogy vagy minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvvel rendelkezik, vagy pedig panaszlevelet írt már a vállalkozásnak, és a vállalkozás már elutasította. A testület eljárása a vásárló kérelmével kezdődik, amihez a www.tolnabékeltetés.hu oldalon található formanyomtatványt kell kitölteni. Itt szerepelnie kell a vállalkozás és a vásárló adatainak, a panasz rövid leírásának, illetve az alátámasztó dokumentumoknak. A folyamat során a cégnek viszont kötelező együttműködnie. Ez azt jelenti, hogyha a vállalkozás székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a megyében van, akkor megjelenési kötelezettsége is van a cégnek, hogyha nem helyi a cég, akkor viszont válaszirat küldésére köteles. Hogyha egyiket sem teljesíti, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságnak kell jeleznünk az együtt nem működő vállalkozásokról. Egy értesítésben jelezzük, hogy kik ők, és bizony az komoly szankcióval jár, bírsággal. A szervezetet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara működteti, mondja az elnök. 2020-ban az esetek megközelítették a 100-at, 2021-ben már jelentősen emelkedett ez a szám. Tehát jól látható, hogy a békeltető testület egy alternatív vitarendezési fórumot biztosít a fogyasztók számára. További előnye, hogy egy bírósági eljáráshoz képest gyors, illetve ingyenes. Csütörtökön már állították össze a szekszárdi adventi vásár pavilonjait a helyi Babits Mihály Kulturális Központ mellett. December 2-ától péntektől ugyanis 22-ig ott várják majd a kilátogatókat. Hétköznapokon és hétvégente délelőtt 10 és délután 6 óra között lesznek elérhetőek az árusok, akik finom ételeket, forralt bort, forró teát és kézműves termékeket kínálnak. A Szent István téren hétvégente pedig az adventi hangulatot megalapozó zenei és kulturális programokkal készülnek a szervezők. Jó ütemben haladnak az új szekszárdi kerékpáros úthálózat előkészítésének munkálatai. Az úgynevezett kettes ütem kiviteli tervei már elkészültek. Ez vagyis az északi útvonal a Rákóczi utcától halad majd egészen az 56-os út körforgalmáig. A harmadik ütem során pedig a körforgalomtól a lakott terület határáig alakítanak ki biciklivel és gyalog is használható szakasz, összesen mintegy közel 1,5 kilométer hosszúságban. Az 1-es, 4-es ütem az nem lesz megvalósítva, de a 2-es, 3-as ütem az újvárosi temetőtől kifele Palánk felé, az akkor így rendben lesz. Nagy győzelem Magyarország számára, hogy az Európai Bíróság az osztrák keresetet elutasítva megállapította, hogy a paksi bővítés minden szempontból megfelel a közösségi szabályoknak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a NATO külügyminiszteri ülésének szünetében tartott tájékoztatóján, kérdésre válaszolva üdvözölte a luxemburgi székhelyű bíróság elutasítását. Ausztria még 2018-ban nyújtotta be keresetét, amely szerint semmiség kellene tenni a paksi beruházás Európai Bizottsági jóváhagyását.
egy nukleáris erőmű építés, akkor a biztonság nyilvánvalóan a legfontosabb kérdés, a legszigorúbb biztonsági feltételeknek a paksi beruházás megfelel. Most az engedélyezési eljárásunkról mindezt az Európai Bíróság kimondta, és az is kimondatott, hogy a nukleáris beruházás finanszírozása is teljes egészében megfelel az európai szabályoknak, tehát azok a belső piaci szabályozások, amelyek életben vannak, azokkal teljes mértékben összeegyeztethető a paksi finanszírozás. Tehát mind az engedélyezés, mind a finanszírozás szempontjából az Európai Bíróság pecsétje rajta van a paksi beruházáson. Kiemelt helyen szerepelt a témák között a paksi atomerőmű bővítése azon a gazdasági fórumon, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Tolna megyei népújság rendezett. A két házigazda minden évben elkészíti a 100 legnagyobb Tolna megyei adózó névsorát tartalmazó kiadványt. Paks 2-vel kapcsolatban egyébként friss hír, hogy az Európai Bíróság a minap zöld utat adott az építkezés folytatásához. Átalakulóban van a gazdaság, és átalakulóban van a magyar sajtó is, így hát nagyon fontos, hogy időről időre találkozzanak egymással, mondja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azon a találkozón, ahol a 100 legnagyobb megyei adózó adott egymásnak randevút abból az alkalomból, hogy a NAV és a megyei napilap ebben az esztendőben is elkészítette a róluk szóló kiadványt. Nyilvánvaló az, hogy a vállalkozók, a vállalkozások számára is fontos a megjelenés. Egyáltalán az, hogy mivel foglalkoznak, mit tesznek hozzá a megye gazdasági életéhez, hiszen ők a legfontosabb, a legfőbb munkáltatói ennek a megyének. Hogyha összeadjuk az összes itt dolgozó kisebb-nagyobb magyar vállalkozókat, akkor a legnagyobb munkáltatók. És nekünk, magyaroknak, Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig legfontosabbak a saját vállalkozóink, mert hogyha őket nem tudjuk megőrizni, megerősíteni, akkor bizony megint csak azt fogjuk látni, hogy mint 2008-9-ben, hogy hatalmasan megduzzad a munkanélkülieknek a száma. A gazdasági fórum idei legfőbb témája a Paks 2-es beruházás jelenlegi helyzete volt. Nagyon fontos, hogy most már megkaptuk, talán reméljük az utolsó visszaigazolást is Brüsszel részéről, a bíróság részéről is, hogy helyesen járt el Magyarország, jól jártunk el, és ez az akadály is elhárult az elől, hogy tudjuk folytatni a projektet. Nyilván azzal szembesülnünk kell ebben az aktuális nemzetközi környezetben, hogy lehetnek új akadályok, de a magyar kormány elkötelezett, meg akarjuk valósítani a Paks 2 projektet, hiszen mi a célunk az, hogy hosszú távon, megfizethető áron, szabályozható, tiszta villamos energiát tudjunk a lakosságnak és az iparnak is biztosítani. A gazdaság szereplői számára kiemelkedően fontosak ezek a találkozók, hiszen számos esetben ezek jelentik a jövőbeni tervezés egyik lehetőségét. Mondta Karcsmár Balázs, az Alice Kabau ZRT vállalkozási és üzletfejlesztési igazgatója, akinek véleménye szerint jelentősen átalakul majd a szektor, az alapanyagok nehéz beszerzése és a zárolt fejlesztési pénzek hatására. Sajnálatos módon nagyon sokakat meg fog ez rázni, leginkább a mikro és kis vállalkozások fognak bajba kerülni. Nem mondom azt, hogy a nagyobb cégeknek ez nem lesz egy nehéz időszak. Én azt gondolom, hogy rengeteg fúzió fog végbe menni, ami azt jelenti, hogy sok kis vállalkozás fog összecsatlakozni, hogy túléljék. Finta Viktor, a szervező Tolnai Népújság főszerkesztője azt emelte ki, csak jól működő gazdaság mellett lehetséges jól működő média felületeket életben tartani, és csak a korrekt együttműködés hozhat sikert mindkét terület számára. Ez egy nagy tradíció nálunk, hogy most már 17. alkalommal a NAV-val közösen elkészítjük ezt a Top 100 kiadványt, amit itt mutatunk be most ünnepélyes keretek között, úgyhogy köszönet illeti a NAV-nak a komoly munkáját, amit beletett ebbe, és hát ugye nagyon nagy köszönet a gazdasági szereplőknek, akik megteremtik az alapot, hogy legyen az embereknek munkájuk, legyen megélhetésük, mert hogy ebben a mai szituációban ez egyáltalán nem könnyű dolog. A megyei lista élén idén is a Paksi Atomerőmű ZRT áll, őket egy szintén Pakson üzemelő hidadástechnikai közműépítő cég követi. A harmadik legnagyobb adózó nem járult hozzá adatai és neve közzétételéhez. Önkormányzati lakások bérleti jogára lehet pályázni Tamásiban. Mindhárom ingatlan a Kossuth téren található. A 34 és 40 négyzetméteres otthonok összkomfortosak, konyha és fürdőszoba található bennük, valamint egy-egy lakószoba.
Az érdeklődők a helyi vagyongazdálkodó Kft. Szabadság utcai kirendeltségén tehetik fel a kérdéseiket, és adhatják le jelentkezéseiket. Több mint fél tonna tartós élelmiszert és 170 kg téli ruhát gyűjtöttek össze jótékonysági célra Tolna megyei civil szervezetek a Dunamenti Polgári Egyesület irányításával. Az adományokat előbb a Katolikus Karitász központi raktárába, majd onnan Kárpátaljára szállították. A felajánlással a Beregszászon működő magyar nyelvű Frangepán Katalin óvodát segítik. A turizmus, vendéglátás és a gépészet ágazatokban várják a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos diákokat Dunaföldváron. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképzőiskolában ezúttal egy nyílt nap keretein belül engedtek betekintést a mindennapokba. A diákok által készített süteményeket is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképző iskola nyílt napjára. Az intézményben idén ez már a második ilyen alkalom volt. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak két ágazatban indítanak jövőre képzéseket. Az egyik a turizmus vendéglátás, a másik pedig a gépészet ágazat. Ezeken az ágazatokon belül is kimenetként a turizmus vendéglátásnál a szakács, a cukrász, valamint a pincér vendégtéri szakember képzéseket tudjuk itt biztosítani az iskolában. A gépészet ágazaton belül pedig az épület és szerkezetlakatos, valamint a hegesztő szakma az, amit tudunk kínálni. Az iskola kis létszámmal működik, így több figyelem irányul egy-egy tanulóra a 3 éves oktatás során. Továbbá a projektek és a duális képzés lehetővé teszi, hogy komplex tudást szerezzenek a fiatalok. A kollégák is együtt dolgoznak egy-egy projekten, hiszen projektalapú oktatást igyekszünk most már felmenő rendszerben bevezetni, és ehhez az kell, hogy a kollégák is együtt működjenek, egy-egy projekt tevékenységbe bekapcsolódjanak a szakmai kollégák mellé, a közismeretet oktató kollégák is, és ez azt gondolom nálunk nagyon jól működik. Az igazgató elmondta, hogy a diákok 9. osztályban ösztöndíjat kapnak, 10. osztálytól pedig a duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés keretében már fizetés jár a tanulóknak. Jövőre ki lehet maradni az európai recesszióból, és fontos cél, hogy 2023. decemberére egy számjegyű legyen az infláció. A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel saját mentőcsónakot ácsol a kormány, de a magyar költségvetés nem tud kigazdálkodni járulékcsökkentést, fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő arra is kitért, hogy a jövő évi költségvetésből kevesebb forrás jut majd bizonyos célokra. Kifejtette, hogy a kormány nem tudja csökkenteni a TB járulékot, mert a költségvetés már a falnál van, nincs hova hátrálni. Gyalogos gázolt el egy busz szálkán. Az áldozat egy 24 éves nő volt, aki éppen egy másik buszról szállt le, csak hogy figyelmetlenül próbált ezt követően átmenni az úttesten. A baleset következtében közel 30 métert repült, majd a földnek vágódott, súlyos életveszélyes sérülést szerezve. A 6-os főúton pedig egy autó sofőrje elaludt vezetés közben és a járművével ráhajtott a jobb oldali füves útpatkára, ott egy fának ütközött, átfordult a tengelye körül és a tetején állt meg. A rendőrség mindenkitől azt kéri, vezessen óvatosan. Jelentkezőket vár Soraiba a rendőrség Tolna megyéből. Ennek érdekében hamarosan szakmai bemutatónapot tartanak Szegeden a Rendőrképző Akadémián. Az alkalmasnak ítélt érdeklődők rengeteg munkakör közül választhatnak. Figyelj, itt a rendőrség! Törvény nevén a felszólító, vegyetek! Személy! Jöjjön! Látványos videó egy elfogásról, amit a rendőrség osztott meg. A hatóság munkatársai naponta vesznek részt ilyen akciókban, most pedig új tagokat toboroznak a szervezetükbe. Tolna megyéből is várnak jelentkezőket, akik legközelebb december 8-án Szegeden bizonyíthatnak. A jelenlévők workshopokon vehetnek részt, ahol ismerkedhetnek a szerződéses határvadászok munkájával, megnézhetik a rendőrség egyenruhás állományába használatos fegyvereket, műszaki berendezéseket,
fegyvertechnikai, bűnügyi technikai előadásokon vehetnek részt, kipróbálhatják a rendőrség terepjáróit, nyilván utasként, illetve megnézhetik a drón üzemeltetését, a hőkamera működését. A Rendőrképző Akadémia programjára mindenkit várnak, képzettségtől függetlenül, határvadászokat, rendőröket, iskolaőröket és fegyveres biztonsági őröket is képeznek ott ki, ezért mindenkit szívesen látnak a bemutatókon. Kipróbálhatják a biztonsági öv szimulátort is, illetve az érdeklődők tájékoztatást kapnak a rendőrségi felvételhez szükséges egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokkal kapcsolatban is. A lehetőségekről részletesen a police.hu internetes oldalon, vagy a Tolna megyei rendőrfőkapitányságnál lehet érdeklődni. Regionális híreink következnek. Hitelmoratórium, kamatstopp és uniós támogatások az agrárium jövőjéről tanácskoztak Siófokon. Évente 700 kisbetegnek segítenek, új koraszülött mentőautó áll szolgálatba Pécsen. Összefogtak a pécsi vízilabdások, óvodásokat segítenek a sportolók decemberben. Hitelmoratóriummal, kamatstoppal és az uniós támogatások előleg fizetésével is segíti a kormányzat a mezőgazdasági vállalkozásokat, hangzott el egy siófoki agrárkonferencián. Farkas Sándor miniszterhelyettes kiemelte, a versenyben maradáshoz nélkülözhetetlen, hogy előre meneküljünk és folytatódjon az ágazat modernizálása. Az elmúlt évek egyre szaporodó időjárási szélsőségei, köztük az idei súlyos aszály is felhívta a figyelmet a klímaváltozásra, hangzott el az agrárszektor konferencián Siófokon. Farkas Sándor miniszterhelyettes beszédében elmondta, az elmúlt két évben a mezőgazdaság számos kihívással szembesült, a növekvő takarmány és növényvédőszerárak, az orosz-ukrán háború, az uniós szankciók okozta energiaválság is nehezítette az ágazat vállalkozóit. Farkas Sándor hozzátette, a kormányzat számos rendkívüli eszközzel segíti a gazdákat, hogy likviditásukat és a termelési kapacitásokat megőrizzék. Ilyen a kamat stop, valamint a hitelmoratórium, amellyel közel 2900 milliárd forint értékű hitelhez kapcsolódóan éltek az agrárium vállalkozásai. Október 17-én pedig elindítottuk az uniós támogatások előleg fizetését, melyhez a kormány megteremtette a szükséges finanszírozási és technikai feltételeket. Ennek keretében az idén a tavainál is nagyobb összeggel 322 milliárd forint értékben történik ez meg. A közvetlen támogatások előleg és részletfizetése év végéig. Az elért eredményekről Farkas Sándor elmondta, hazánkban nőtt a második legnagyobb mértékben a mezőgazdasági termelés területi hatékonysága 2010 óta, de az egy munkaerő egységre jutó reáljövedelem hazai emelkedése ugyanezen időszak alatt a harmadik legnagyobb volt az uniós összevetésben. A versenyben maradáshoz nélkülözhetetlen, hogy előre meneküljünk, és folytatódjon az ágazat modernizálása, tette hozzá a miniszterhelyettes. Történelmi lehetőséget biztosít az, hogy az Európai Bizottság november 7-én elfogadta a magyar KAP stratégiai tervet, melynek 5 éves költségvetése összesen 14,7 milliárd euró, azaz több mint 5300 milliárd forint. Ennek csaknem felét a magyar kormány biztosítja, Brüsszelből pedig 8,4 milliárd euró érkezik. A vidékfejlesztési források több mint fele csaknem 1500 milliárd forint gazdaságfejlesztésre megy, több mint 1000 milliárd forint pedig fenntarthatósági célokat szolgál majd, hangzott el a siófoki agrárkonferencián. Új mentőautó állt szolgálatba Pécsen. A szülészeti és nőgyógyászati klinika udvarán mutatták be a járművet, amely a koraszülöttek mentését végzi. Közel 44 millió forint értékű új koraszülött mentőautót vásárolt a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány, amely a dél-dunántúli régióban, tehát Baranya, Somogy és Tolna megyékben végzi a koraszülött mentést 24 órás folyamatos ügyeletben. Évente körülbelül 700 kisbeteg szállítását végzik a három megyében, így fontos a korszerű technológia. Ilyen az a szállító inkubátor, ami a mentőautóban található, melynek súlya meghaladja a 100 kg-ot. Egy speciális Sherpa nevű hordágy emelő rendszer viszi már ebbe az autóba be, mert korábban kézzel kellett szállítanunk. Ebben a babát tudjuk biztonságosan rögzíteni, szállítani, a megfelelő meleget tudjuk biztosítani, oxigént tudunk neki adni. Az inkubátor fel van szerelve lélegeztetőgéppel, hogyha lélegeztetésre van szükség. A paramétereket különböző monitorok figyelik,
és az infúziós berendezésekkel megfelelő gyógyszereket tudjuk neki adni. Ez egy speciális felszerelés, csak ez az egy mentőautó van ebben a régióban. A korábbi mentőautó már több mint 250 ezer kilométert tett meg az elmúlt évek mentései során, az a jármű most tartalékban van, mondta az átadó ünnepségen a Klinikai Központ stratégiai elnök helyettese. Dr. Bonc Imre hangsúlyozta, hogy nagy szükség volt már a váltásra, az új autó pedig méltó helyen állt szolgálatba. Alapítványi támogatás keretében kerül ide a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának szülészeti és nőgyógyászati klinikájára ez az új mentőautó, és a funkciója a koraszülött betegellátásnak a támogatása, Baranya, Somogy és Tolna megyékben a szükséges koraszülött szállítást ezzel a mentőautóval végzi az alapítvány. A koraszülött mentőautó egyébként az általános fejlettségű, de súlyos beteg csecsemők szállítását is végzi. Ezt a munkát a régióban kizárólag a szívbeteg gyermekekért alapítvány dolgozói végzik, egy gépkocsi vezető, valamint egy-egy gyakorlott szakorvos és ápoló. Ismét összefogtak a pécsi vízilabdázók. Öt keleti városrészi tagovodának gyűjtenek plüssöket, fejlesztő játékokat. A tervek szerint ezeket december 16-án személyesen viszik el az óvodákba a sportolók. Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Pákolic utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen sok érdekes felszerelést hoztak magukkal a sportolók. Természetesen azonnal elfogadtuk a meghívást, és igazándiból egy rövid fél órára jöttünk csak, hoztunk labdákat, sapkákat, hoztunk egy lövőfalat. Egy picit megpróbáljuk bemutatni a gyerekeknek azt, hogy a vízilabdások milyen labdával játszanak, hogy kell fölvenni a sapkát, hogy kell bekötni, hogy passzolnak, milyen az, ha eldobjanak egy labdát, milyen az, ha paszt kapnak. Tehát nem feltétlenül a cél az, hogy a vízilabda irányába tereljük a gyerekeket, hanem talán egy picit a sport irányába. Az óvodában fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a sportot, a mindennapos mozgást. A nyertes EFOP pályázat keretében korábban tartottak már egészségnapot, a mostani projektnapon a sporté volt a főszerep. Nálunk nagyon fontos a sport, minden napi reggeli tornát tartunk, illetve a napvéget meditációval zárjuk, mert úgy gondoltuk a kollégáimmal együtt, hogy nagyon fontos a mai világban az a sok elektromos kütyű, ami megjelent, és hogy nagyon föl vannak pörögve a gyerekek, hogy próbáljuk egy kicsit visszacsillapítani ezt a hiperaktivitást, ezt a kis túlmozgásukat, kicsit az elmét avval, hogy valamilyen szinten mozognak és egészségesen táplálkoznak, és le is csendesedünk. És akkor így kerek az egész. A PVSK meccsek fűszért vízilabdázói csaknem 10 éve gyűjtik a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen. De ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt a keleti városrész óvodáiba. Idén 3 gyűjtőpontra lehet elvinni a plüssöket. A Pécsi Hullámfürdőben, a Belvárosi Bevásárlóközpontban és a Petőfi utca 45 szám alatti közösségi térben várják december 12-éig a lakossági felajánlásokat a vízilabdázók. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb hírei. Miben segít a békéltető testület? Tolna megyében 2020 óta védik a fogyasztókat. Fókuszban a paksi bővítés. Gazdasági fórum a 100 legnagyobb megyei adózónak. Szakképzés Dunaföldváron, turizmus, vendéglátás és gépészet ágazatban várják a tanulókat. Rendőrségi toborzás, minden jelentkezőt szívesen fogadnak. Pénteken borongós idő ígérkezik, csak kevés helyen és csak átmeneti időre vékonyodhat el a felhőzet. Többfelé kell számítani kisebb esőre, a Dunántúlon helyenként havas eső, a magasabban fekvő területeken havazás is lehet. A légmozgás gyenge marad, éjszaka számottevő csapadék már nem hullik, de erősen felhős, borult marad az ég. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!